lefutnék. Kellemes az idő itt tavasz előtt. Kedvem volna sátor nélkül aludni. Ne legékedjen már öreg. Hűvösek még az éjszakát. Akármilyen meleg is a nappal, jó ha fedél van az ember fejé fölötti március végén. Már éppen is fel a sátornak hajtás. Aztán halkan fogjon az a fiú. Sűrjön az a pecseny. Gyújtsa meg a lányot öreg. Gyöngyék, puhárik ezek a mai fiatalok. Bezzeg az én időmben. Maradjunk inkább velem időben, Jani bátyja. Majd kiesik a szemem az éjségtől. Ne vegy az ott öreg, de bizony, hogy fáradtam én. Ebben a szép napsütésben sokat maradjunk örülnek az állapotban. Ne pihennék már. Megolvas mégis egy kicsit a gyerek fényén, ha nem már nem. Olvashatsz, hát persze. Már hogy ne olvashatnál. De hangosan áll, hogy mi is kapjuk a te tudományunkból. Nekünk ez már úgyse adatik neki. Azokról olvassál, azokról a prófétákról. Tudod-e, akik Isten sugallatára megígérték nekünk a mesiást. Mert bizony már nagy szükséget szenvedünk érte. Hát, ha imádságnak veszi ezt is a teremtő, és elküldik az én anyagát. No, hát itt a könyvben, amit én világosan, olvasom is előtt. Ígére valamit az Úr. Mondjad már, fiam, hogyan jön el a messiás? Én az Úr hiszem ezt még nem is. Harmadozott neked onnan felülről, és kiszteltő, fullasatok győzelmet. Nyíjék meg a föld, és te lenne üdvössége, és sarja jön vele szabadulás. Én az Úr hozom ezt még nem is. De gyújts egy gyertyát öreg, már amit látod. Az egek halottak hozzá. Föld meg mind. De mi használunk nekünk előről? Önülről vagy alulról jön el a mindenség király? Ez oda van neki. Igen, jönnek napok, mondja az Úr, amikor igazságot támasztunk Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, és mondja lesz a jogra, és az igazsága az országban. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyet szólítják, az Úr, a mi igazság. Kicsi Farkás, olyan sötét lett, alig látok olvasni. Úgy még egy gyertyát, hadd folytassam. Szóval a nagy Dávid király sarja lesz. Arról szól a írás, hogy hol születik a messiás? Ez van igaz. De te, Betlehem, már a legkisebb a Júda nemzetségé között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származás az ős időkre, a régmúlt időkre tűnik vissza. Igazságban szolgálod az alacsony sorsban. Teljesen beszélődött. Nem látja már szem az apró betűnket. Újtok én még egy gyertyát állapcsi. Csak folytasson. Aztán tudjátok, téli szállás, ott van Betlehem mellett. Ha mi életünkbe jönne a messiás, még nem találkozhatnánk is vele. De hát, biztosan nem az ilyen egyszerű pásztorokra lesz kíváncsi a bűnöknek fejedelme. Nem van az. Azon a napon veszélye majd Izrael gyökeréből, és hajtásáll a gyökeréből. Az Úr lelkén szint rajta. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és az Úr félelmének telítő. Nem a szerint ítél majd ebben szemlát, és nem a szerint ítélkezik, amit a fül hal, hanem igazságot szolgál az alacsony sorsúaknak, és méltán is ítéletet hoz a föld szegényének. De milyen sötétek az éjszaka? Már három gyermeké, és mégsem lakott. Aztán az is írva van. Íme a szűzfoga, fiút szűr, és emlátnál leszel. No, de beszélhetek én már ezeknek. Alszik már mind a kettőjebben, különös,
tavaszi éjszakában. Egy leányka jár a sötétben, tétova, röpke árny. Valamit vár, mit ő sem tud még, de érzi közelettét, hogy élete nincs hiába, valaminek jönnie kell, jönni a mindenségnek, a nagy-nagy csodának. Lepihen már, esteledik, ágyán imára kulcsolja kezét, és lehunja sóvárgó szemét. De kél a nap már, s vele eljön Isten angyala, hogy kimondja végre, üdvözlégy, Mária. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké. Országának nem lesz vége. Hogyan válik ez valóra, mikor férfit nem ismerek? A Szentlélek szár rád, a magasságbeli ereje borít bárnyékával, ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket vár időskorára, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Tavaszi reggel, Mária. Főleg, ha arra gondolok, hamarosan egybe kelhetünk. Boldog vagyok, hogy te vagy a jegyesem. József, valamit el kell mondanom, de félek, nem hiszem majd nekem. Még nekem is nehéz elhinnem, ami történt velem az éjjel. Mondd bátra, Mária. Tudod, hogy bennem megbízhatsz. Nem kell tartanod semmitől. Ó, József, még nem érted, miről van szó. Az éjjel egy angyal jött köszöntésemre, és a Szentlélek szállott rám. Hát, ez valóban elég hihetetlen. De ettől még semmi baj nem lehet köztünk. Miért jött az angyal, Mária? József, én Isten gyermekét hordom a szívem alatt. Az angyal adta tudtomra, hogy én vagyok a kiválasztott. És én meghajoltam az Úr akarata előtt. Azt akarod mondani, hogy gyermeket vársz? Ugye megérted, ha így nem vehetlek feleségét? Megszólnának érte, rád pedig megkövezés vár. De ne félj, mivel nagyon szeretlek, titokban bocsájtalak el, hogy ne essék bántódásod. Sajnálom, hogy nem hiszel nekem, de nagy lelkűségedet így is megköszönöm.
Valahová menned, Mária? Van-e valahol rokonod, ahol meghúzódhatsz? Igen, fenn a hegyekben él Erzsébet, s férje Zakariás. Náluk még a nehéz időkben is kapok szállást. Erzsébet, időskor ellenére, gyermeket vár az Úr kegyelméből. Talán még hasznos is lehetek. Eredj, Mária, amíg nem késő. Így legalább tudni fogom, hol találhatlak. Az Úr legyen veled. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Az Úr maga ad nektek jele, íme a szűz fogan és fiút szül. Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten. A nép, mely sötétségben jár, nagy fényességet lát, mert gyermek születik, fiú adatik nékünk, s az ő vállára kerül az uralom. Álmodó? Biztosan csak álmodóban éljen. De ha igaz, amit látok, mondd, ki vagy te, ifjú? Az Úr angyala vagyok, nevem Gábriel. Az Úr küldött engem, hogy higgy igének beteljesedésében. Most menj, vedd magad mellé Máriát, mert nehéz idők jönnek. Szüksége lesz a segítségedre. Thank you.
Légy áldott, Erzsébet, és a gyermek, ki szíved alatt hordasz. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mielőtt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Boldog lehetsz te is, Erzsébet, hiszen születendő fiad szintén Isten választotja, ahogy az angyal hívlatta nekem. Igen, boldogok vagyunk én és a férjem Zakariás. Bár a nagy örömtől megnémult szegény, mert fiunk születik nekünk, és János lesz a neve, ahogy az Úr parancsolta. Olyan boldog vagyok, hogy téged is megjándékozott az Úr. Azért jöttem, hogy segítségedre lehessek. Örülök, hogy itt vagy, Mária. Már sok nagy szükségem volt rád. Idős vagyok, és hamarosan megszületik a fiam. Nálad maradok, ameddig csak szeretnéd. Örömmet nehéz szavakban kifejezni. Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója láttam, lepillantott rám, alázott az ángyi dicséretét szám. Jó, hogy megtaláltalak, Mária. Most már nem engedlek el soha többet. József, hát már hiszel nekem? Igen, Mária. Az angyal adta tudtomra, hogy születendő gyermeket az Istentől lesz. Boldog vagyok, hogy engem választott nevelőapjának. Maradj itt velem Erzsébetnél. Szüksége van ránk. Aztán hazatérhetünk Názáretbe. Kérésed számomra most már parancs, Mária. Nekem kell már rátok vigyázni. Halljátok mind, Júda és Izrael minden lakója, a nagy Augustus császár alapfalói. Dicső császárunk népszámlálás rendel el, hogy megismerje népének nagy számát. Ezért minden férfi családjával együtt térjen vissza szülővárosába. Ott bejelentkezzék és feliratkozzék, aki a császári parancsnak ellenáll, halállal lakol. Hallod, népszámlálás lesz. Már hogy ne hallottam volna. Öreg vagyok én, nem süket. No, ez az egyik napoznék egyébként, bátyám. De félre, felét kísérjed legyen. Mondjad rá, hogy egy biztos. Nem a legjobb idő ez a népszámlálás. Ahogy mondod, Mihály fiam. Így tél víz idején nehezebben mozogani. Még szerencse, hogy valamennyien Betlehemből származunk, és a téli szállásról is ott van. Ahogy mondja, Jani bátyám, egyfelé visszatudunk. Kellemes, a hasznosság. Bizony, az állatoknak is jobb lesz a meleg is távolban ebben a cudan időben. A szaporázat meg mielőbb odaérünk. Ne rohanj már, Mihály! Nézd, mit találtam én a tarisznyám aljában. Finom lélek. Ám még tavalyról maradt. Húzzuk meg, aztán az út is vidámabban telik. No, maguk aztán szépen várják a mesiánt. Csak aztán vigyázzanak. Nehogy rájöjjenek, hogyha véletlenül találkoznak vele benne. Mert rögtön visszafordul az örményei országába. Mária, indulnunk kell a népszámlálásra. Betlehembe kell eljutnunk, ott születtem. Induljunk, József, mert az a város nagyon messze van. Az Istennek fia pedig hamarosan megszületik. Csomagolj, Mária, én addig szerzek egy szamarat. Könnyebb lesz így az út neked. Thank you.
Biztosan találunk szállást az éjszakán. Nézd, József, ott egy fogadó. Kérjen hát a bocsátást. Adjon Isten jó estét a háznak, és minden lakóját. Szállást kérünk, jó fogadót az éjszakán. Honnan jött maga jó ember? Hát nem tudja, népszámlálás van. Úgy telefogadom, hogy én se tudom, hol alszok ma éjszaka. Messziről jöttünk, jó asszony. A feleségem minden üres. Csak egy ágyat kérnék, ahol lehajthatja. Hát nem ért a szóba, nézd nálam, hát tele vagyunk. Menjünk tovább, jó uram. Itt úgysem szállhatunk meg. De hát, ha valaki megszáll bennünket. Megkérdezem, hát ha befogadnak bennünket. Ki zörög itt nekem ilyen későn jó órán? Szállást keresünk, jó asszony. Ha befogadna bennünket, nagyon megköszönnénk. De ki is fizetnék, ha szükségét érti? Ugyan már, tele a házam a rokonsággal. Mind a számlálásra jöttek. A világ összes kincsért sincs már hely a házamban. Induljunk, József, mert érzem, az idő közel. Hát, ha valaki befogad minket. Nézd, Mária! Ott is látok még világot. Menjünk, hát ha befogadnak bennünket. Jó asszony, nézze, már minden órás vagyok. Messziről jöttünk, és nem találunk szállást az éjszakára. Fogadjon hát be bennünket. No, szegény leányom, látom, valóban nincs mások vissza. De szállást sajnos én sem tudok adni nektek. Kicsi kaibámban épp, hogy magam beférek. És nem tudna segíteni? Bármi jó lenne, csak legalább fedél legyen a fejünk fölött. Na, hadd gondolkodjam egy kicsit. Megvan, tudom már, ott, abban az irányban, a falu végén, a pásztorok téli szállása egy kis istálló. Oda biztosan be tudtok húzódni, mert még nem tértek vissza a téli pihenőjükre. Jó lesz az nékünk, József, csak induljunk, mert érzem, az idő közel. Köszönjük, jó asszony, a kedvességét! Sokat segített ezzel nekünk! Gyere, Mária! Uvaszalmából meleg ágyocskát készítek, és az állatok is meleget adnak ebben a nagy hidegben. Köszönöm, József, te nagyon jó ember vagy. Még ebben a szerény istállóban is érzem szereteted melegét. Itt az idő, hogy megszülessen erre a világra Istennek fia. Thank you.
legjobb lesz, ha tüzet gyújtunk, sátort verünk, kicsit átmelegszünk, aztán úgy folytatjuk az utat. De talán aludjunk is egy öreg. Egész csak igyekezünk, mégsem jöjjük el a tényszállásunkat. Nem lehet már olyan messze, rájátszunk. Jó beszél, ezt álmodicsom. Akármilyen fiatal volt. Vacsorálhatunk is, ha már nem is meghívjuk. Pedig nem vagyunk már messze legények. Fényes nappal, szabad szemmel is láthatnánk a szállást. De ebben a hideg, mélységes sötétben még az Orrom hegyén is sem látok. Hadd kapok jó hátatot, iruljon a hálát. Meg aztán holnap legalább nem érjük el a hideg. Hallod, öreg? Nem még a borotalált a munkával. Az bizony átmerült, a szememre is eljött. Csak hogy jobban hallod. Itt van Nick, Mihály fiam. Varázsítan ez, ahogy mondod. Ha kell jó kedvet áll, máskor meg elkerült. De legjobb benne mégiscsak az íze. Na, hát csak kocsolgassak. Én meg helyett előzöm a fúrján, mert engem nem az utat meg. Én a utcán a hangjam, mint ha angyalok ilyen. És az egész népnek. Ma megszületett az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele. Kisdedet találtok fújába takarva és jászolba fektetve. Na végre megered a nyelven. Te lennél talán a főangyal. Beszéljünk hát, mint férfi a férfival. Hol találjuk azt a gyermeket, te égi küldött? Betlehembe menjetek. Ott a város színi istállóban született meg a Messiás, mindenek királya. Siessetek, szükség van segítségetekre. Város színi istállóban? Ha hiszem ez a mi téli szállásban. Könnyen megtaláljuk azt. El sem hiszem, hogy mi köszöntöttük először az isteni gyermeket. De nem egyébként a híres kézzel. Vigyünk neki szép ajándékokat, amit használjuk ezt. Úgy is van az áldoncsét. Most az egyszer jól szólottál. Én mindjárt fogom is ezt a meleg takarót. Jó lesz ez a mi kis unokunk. A lisznyámban még egy egész sojt. Jó lesz ez az édesanyám. Itt van Nick, a kis bárány. Elvittem én ajándékba, és mellé fújjam jövő hangját. Igaz, ünnepedjen ez a mai éjszaka. Hallod, öreg, megtalálod ebben a vasötétben a szállást. Azért azt se tudom, merre jön. Nézzétek azt a csodát, azt a fényes csillagot. Az Úr mutatja nekünk az utat. Arra menjünk, pásztorok. Ott született a mi üdvözítőnk. Ezen a késői órán.
Ne félj, Mária! Aki ilyen nagy hanggal jár, biztosan csak jó szándékkal jár. Mindjárt kinézek, miféle emberek ezek. Miért vagytok így nagy hanggal emberek? Gyermek született itt az éjszaka. Pihenni szeretnék. Bocsáss meg nekünk a hangoskodást, jó ember. De amit mondasz, az is bizonyítja. Jó helyen jár. Miért? Hát kik vagytok, és kit kerestek ilyen hangosan az éjszakában? Egyszerű pásztorok. És annak akarták kívülni a pusztában, hogy a mi is vállalóban született az üdvözítő. Eljöttünk hát, hogy köszönjük őt. De a fúja és az ének már a lényegetlen. Jó helyen jártok. Jó helyen jártok, pásztorok. Gyertek, kerüljetek beljebb. Itt született meg a megváltó Jézus, kinek érkezését nekünk is angyalok adták hívül. Atya Isten, kis megváltók, köszöntelek téged én, az öreg, aki erre vágyott egész életében. Fogadd ezt a meleg takarót, jó lesz itt a hideg is hálóval neked. A misziában még egy egészen. Húzza már a vállat, megengednék itt vagy nem. Hold ne cipeljen tovább. Hol az én kis bárányát? Hagyj játszadozzon vele a kísérőt. A jó Isten küldött benneteket nemes lelkű pásztorok. Köszönjük a kedves ajándékokat. Ennél hasznosabbat nem is kaphattunk volna most. Bár a kis bárányjal még nem játszadozhat az én szent fiam. Ahogy mondja nagyasszony, de ha előveszem a fújjának és megfújom, még ő is elmesélődik. Kedves köszöntéseteket! Nézzétek erre a szép fúriaszóra, elaludt a gyermek és édesanyja is szemére. Térjünk hát mi is dúlóra! Aludjatok nyugodtan, József, majd mi vigyázzuk át. Aki uralkodni fog a föld minden népén. Én is egy csillagot követtem, amely idáig vezetett. Úgy gondoltam, megkeresem az ország uralkodóját. Gyertek ti is velem, biztosan tudnak segíteni. Kik vagytok ti távoli völgyek, kik országomban léptetek? Ha hírra közlődötök, királyoknak kiálló tiszteltel fogallak benneteket.
Országot? Akkor te biztosan Herodes vagy, a zsidó király. Neked tudnod kell, hol született országot a nagy király. Miről beszéltek? Nem született gyermekem, már király pedig nincs Júda a földjén. Fenség, bennünket egy csillag vezetett, mely egy új nagy király születését jelzi az írások szerint. Írásodok sok lényűtől, miért nem tudok én erről? Mit mondanák át az írások? Hol született az arany király? Itt vagyok, uram király, már keresem is. Igen, megtaláltam a felség. Ezt mondja az írás, te Betlehem, Júda földje egyáltalán nem van oly kicsi. Júda nemzetségei közt hisz belőle származik majd a vezér, aki népemnek Izraelnek pásztora lesz. Úgy! Szóval Betlehembe! Hát figyeljetek ki három bölcsek! Betlehembe menjetek, ott találjátok az új király. Ha megtaláljátok, visszafelé térjetek be hozzám, s jelentsétek a pontos helyét, hogy én is méltó módon köszöntessem a lehendő uramat. De mondjátok csak, mikor tűnt fel ez a csillag? Úgy 45 napja felség. Azóta vagyunk úton. Szóval 45 napja? Pihenjetek meg nálam néhány éjszakát a hosszú út után. Köszönjük nagy király a kedvességet, de nem maradhatunk. Egy csillagot követtünk idáig, nem akarjuk azt szem előtt éveszteni. Álljatok meg három napkeleti bölcs! Ki van a legfényesen helyen? Az úr küldötte vagyok, nevem Gábriel. Figyelmeztetni jöttem benneteket. Mondd hát, milyen eszedben a leselkedik rám? Nem rátok leselkedik veszély, hanem a kisdedre, Istennek fiára, akit köszönteni jöttetek. Herodes meg akarja ületni a gyermeket. Ezért nem mondjátok meg neki a gyermek születési helyét. Köszönjük, Gábriel, a figyelmeztetést. Ígérjük, új úton, megnyílt lélek átérjük az autónkba. Vagyunk. Jöttünk a távoli napkeletről. És mit akartak itt ebben az istállóban ének évadján? Valóta jobban idele hozzátok. Egy csillagot követünk, amely ide vettetett bennünket. Itt állt meg, efelett az istálló felett. És miért követtétek ilyen hosszú úton ezt a csillagot, bölcsőfi? Miért fontos ez nektek? Mert a csillag egy új nagy tilány, a mindenség királyának születését jelzi az írások szerint. Mondjátok, Márcsó Pászor, jó helyre járunk. Jó helyre járunk. A csillag jó helyre vezetem benneteket. József, három nemes úr érkezett, hogy köszöntesse az isteni gyermeket. Bejöjjetek! Kerüljetek beljebb, messziről jött bölcsek. Nézzétek, felébredt a gyermek és édesanyja is. Milyen megtiszteltetés ez nekünk, hogy ilyen messziről is eljöttek szerény istállónkba. Nekünk megtiszteltetés, hogy köszönhetjük a mindenség királyát. Fogadjátok jó szívvel ajándékainkat, amelyekkel hódolunk neki. Aranyat hoztam az ifjúnak, hogy gazdagsága örök legyen e földön. Életemben új értelmet kapott, születésed áldott mencsőmös királyom. Több mint osztam az Isten gyermeknek, amely emlékezett el, emlékeztet az égi hazának. Miért?
Köszöntelek, feleségem is megkívánom. Jó kérdezem a csebeidetek, enyhülés fölszemetésére. Köszönjük, nemes atyafiak, a szép ajándékokat. Gyertek, maradjatok velünk, pihenjétek ki a hosszú út fáradalmát. Itt az istállóban, a pásztorok és állatok mellett biztosan jut hely nektek is. Gondoltad volna öreg pásztor tavasszal, hogy így nagy megtiszteltetésben részünk a hüvet tényleg? Nem érti a mára. Ekkora megtiszteltetést hogy érdemelhettem én öreg fejemnek? Ezért érdemes volt végig szenvedni ezt a nehéz pásztori életet. Én sem gondoltam volna, hogy a még szerintistállókból királyokat a válogó részokat. Nézzétek, angyalok jönnek énekel, segítsünk át nincsen. Zenjünk együtt hálajára neked, megszületett megváltó kis Jézusnak. Yeah.
Kedves testvérek, egész közösségünk nevében szeretettel megköszönöm mindazoknak, akik ma felemelték a szívünket és előkészítették nekünk a mai ünnepet. Köszönöm szépen a gyermekeknek, a fiatal felnőtteknek, a kórusnak. Különösen köszönöm Zsolti bácsinak, aki hetek óta azt a mai szép misztérium játékot, ami valóban felemelte a szívünket. Nagyon szépen köszönöm szívből mindenkinek. Karácsony ünnepe, ahogy hallottuk, láttuk, Betlehemben kezdődik, beteljesednek a proféták ígéretei, és a betlehemi egyszerűségben megjelenik közöttünk az Isten, és ami talán legfontosabb, hogy megjelenik az Isten szeretete. Egyszerűen, egyszerűséggel. És azt kívánom mindenkinek, aki eljött és ma ezt az ajándékot itt a gyermekektől, és mindenkitől, aki ma itt énekelt és együtt volt, elfogadja, hogy otthon, a családunkban mi is éljük meg ezt az egyszerűséget. Nem nehéz dolog. Az Isten tudott és tud minket egyszerűen szeretni, akkor szeressük mi is egyszerűen a másik embert. A szüleinket, a gyermekeinket, a nagyszüleinket, a barátainkat, azt a közösséget, amit az Úristen nekünk ajándékozott. Nem nehéz ez, kell hozzá őszinteség, kell hozzá az, hogy másik ember fontos legyen számomra, hogy én is tudjak neki ajándékot készíteni. És az Isten megtanít bennünket, hogy a legnagyobb ajándék az az önmagunk odaajándékozása. Ez a tiszta, egyszerű bizalommal teljes szeretetet vigyük ma magunkkal, és tegye boldoggá és áldottá a mai karácsonyunkat. Pihanyi közösségünk nevében és minden résztvevő nevében kívánom áldott, békés, szeretettel teli, egyszerű szeretettel teli karácsony.